Randó egy perc mai részében a Kuti Mász jelenidejű és Kuti Mész múltidejű alakok közötti különbséget tekintjük át, mikor melyiket használt a szokás kifejezésére. Magyarul nem nagyon szoktunk olyan mondatokat használni, hogy busszal szokok utazni, vagy korán szokunk felkelni. Ahhoz, hogy ennek a szokásnak a jelen időben is tartó voltát érzékeltessük, ugyanúgy a szoktam kifejezést, szoktam szót használjuk. Például busszal szoktam utazni, korán szoktunk felkelni. Ez a szokás, ez tart a jelenben is. Mondjuk, busszal szoktam utazni, mert nincs jogosítványom. Ebben az esetben a Kuti Mász jelen idejét használd, mi Kuti Mász veturi per buszo, csár mi ne havas stir permesso. Ha ez a szokás a múlt időre vonatkozik, bár ugyanúgy a szoktam szóval fejezzük ki, akkor a Kuti Másznak a múlt idejű alakját használd, amikor még nem volt gyerekem, busszal szoktam utazni. Hogyha világossá vált most már mi a különbség a Kuti Mász meg a Kuti Mész között, és hogyha nem szeretnél lemaradni az Esperanto 1 perc következő részéről, iratkozz fel a YouTube csatornámra, vagy látogass el a honlapomra.